Augusztus 3-án megkezdődött a tankönyvek kiszállítása az iskolákban. Idén összesen 12,2 millió darab tankönyvet rendeltek meg az intézmények 11,85 milliárd forint értékben. Mint arról már korábban is hirtattunk, a 2015-16-os tanévben az általános iskolák három teljes évfolyama ingyenesen kap tankönyveket, de ezen túlmenően is az alap- és a középfokú oktatásban résztvevő tanulók 63%-a jut térítésmentesen vagy támogatott formában tankönyvekhez. A Hevesi Sándor általános iskolába hétfőn érkeztek meg a tankönyvek, mint azt Balázs Anger Judit tankönyvfelelős is megerősítette. A nem támogatott diákok tankönyveinek ára évfolyamtól függően 12.000 és 17.000 forint között lesz. A szülők előre nem kapnak csekket, hanem ezt az iskola kapja meg augusztus 24 és augusztus 31-e között. Ide kell majd bejönni a szülőknek ezekért a csekkekért. A csekkek befizetési határideje szeptember 15. A tankönyveket a diákjaink csak abban az esetben kapják meg, mihelyt a szülő vagy a diák bemutatta a csekknek a fénymásolatát iskolánkban.